A mérkőzés előtt a Győr 4, a Nyíksepp pedig 3 győzelemmel állt a csoport 2 utolsó helyén, így mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a találkozó. A vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 12, a nagyszünetben 14 ponttal vezetett a Győr. Fordulás után egy más szellemben játszó nyíregyházi csapat futott ki a pályára, és elkezdte ledolgozni hátrányát. A záró 10 perc előtt már csak 2 pont volt a különbség a két csapat között. A hajrá is izgalmasan alakult, az utolsó pillanatban 2 pontos hátránynál végső labdája lejött a gyűrűről, így a vendégek örülhettek a győzelemnek, a hazaiak pedig bosszankodhattak az elszalasztott lehetőség miatt. Először is szeretem gratulálni a vendégcsapat. Már első percben tudták, miért jöttek ez a hosszú út, miért utazzak itt, hogy akartok nyerni. Sajnos mi nem. Nekem kell a cirkuszit csinálni, kiabálni, már nem stroke kapni, a szék összeverni minden, hogy játékos utána volt a csere mentalitás. Meccs nem kikaptunk ez az utolsó labda, meccs kikaptunk első fél idő. Első fél idő volt kritikus. Ennyire kritikus, hogy nem tudom milyen osztály ez. Nem tudom, ez nem lehet sehol játszani egy komoly kosárlabda. Ott kikaptunk. Hogy első fél idő kaptunk 48-49 pont, és másodfél idő csak 20 valami, ez mutat minden. A első fél idő csak 40 kapjunk, ami ez elég sok a hazai meccs, simán nyerünk a meccs. A mérkőzésen 13 pontot szerző Szvén Patrik szerint is a gyenge kezdés volt a vereség legfőbb oka. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Azt gondolom, hogy az első fél időt nagyon rosszul kezdtük, el is ment az ellenfél. Második fél időben sikerült visszajönni, átvettük a vezetést, végig szoros meccs volt végéig. Egy labdás mérkőzés volt, pár apró hiba a végén, és sokat jelentett. A vendégek edzője az első fél időben szerzett jelentős előny ellenére is számított a szoros végjátékra. Tudtam, hogy nem lesz egy sima mérkőzés, annak ellenére, hogy 12-14 ponttal vezettünk talán. Nagyon sok idő volt még arra, hogy változtassanak a csapatok taktikába, illetve akaratba. Örülök, hogy jól kezdtük. Kettős érzéseim vannak, megmondom őszintén. Tudtunk produkálni egy jó fél időt, ahol pörögtünk védekezésbe, és sültek a ritmusra kapott dobásaink. Aztán kijöttünk a harmadik negyedbe, és mintha elfelejtettünk volna kosárlabdázni. Sokat kell dolgoznunk még tovább ezeken a dolgokon. Viszont, ahogy már korábban említettem, nagyon egybe van a mezőny. Tehát az első 4 csapat, és az utolsó 8 csapat, ott bármi megtörténhet. A pillanatnyi forma fog dönteni, ez itt most éppen nem rajtunk múlott. Örülök nyilván a győzelemnek, szeretnék gratulálni a hajzai csapatnak, hiszen végig küzdöttek, és úgy gondolom, hogy nagyon sok ellenfelet meg fognak itt megszorongatni. A zöld csoport tabellájának élén a Budafok áll 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 13-as mutatóval rendelkező Meavsz Miskolcot. A 3-11-jel sereghajtó Nyíksepp Szegfűbútor vasárnap a 9. Kecskemét U23-at fogadja.